Köszöntjük nézőinket, másodperc múlva kezdődik a Miskolci Kemény Dénes uszadában a Fehér Sapkás Panergy Miskolci Vízilabda Klub és a Sötét Sapka színben látható Eger mérkőzése utolsó találkozójához, utolsó fordulójához érkezett az alapszakasz, és a idáig vezető út úgy alakította a két csapat sorsát, hogy ez a mérkőzés a Miskolci együttes pozícióján nem változtat, bármilyen eredményt is hoz, de nem lényegtelen azért az eredmény, főként azért sem, mert ugye a hazai medencében pólózik Vidomanszky László együttese, és ugye a rájátszás során még az itt elért eredménynek lehet jelentősége. Az egri csapat szempontjából pedig kicsit más téttel bír ez a találkozó, hiszen ők a dolgok számukra szerencsés alakulása esetén még akár a legjobb 8-ba is beférhetnek. Na de hogy majd így lesz, azt nem sokára megtudjuk, hiszen elkezdődött a mérkőzés, és szeretettel köszöntöm itt mellettem a közvetítő állásban Bakner Andrást, a Miskolci Együttes sportszakmai vezetőjét. Szervusz András, gyors bemelegítő kérdés, milyen találkozóra számítasz? Szervusz István, jó estét kívánok minden vízilabda szerető Miskolcinak, és vízilabdát szerető nem Miskolcinak. Igen. Hát végül is, amint elmondottad, ez egy nagyon fontos mérkőzés, főleg az Eger számára, de a miénkre is. Tudnilik az alapszakasznak az a pikantériája. Közben pedig ez egy megadott gól volt. Igen, hát a hátsó létről jött vissza, a vasról jött vissza a labda. Tehát nem kapufa volt, gyors volt a lövés, úgy nézett ki, hogy kapufa, de nem az volt. Hát igen, nem kezdtünk jól, hát megint kiszortak rögtön valakit tőlünk, szokás szerint, mi támadunk. Úgyhogy annyit szeretnék mondani, hogy ennek a mérkőzésnek azért számunkra is van tétje, mert amennyiben a miskolci csapat nyerni tudna, akkor 3-3-ból indulna a rájátszás. És valószínű, hogy a Pécs győzelme esetén akkor az Eger kicsúszik az első 8-ból, és akkor ő lenne a mi ellenfelünk a 9-12. Helyen. Közben pedig egy piros átlövési kísérlet, de Krémer kapus most jó érzékkel avatkozott közbe, és gyorsan hozzáteszem azt is, hogy Muravcsik Martin őrzi a miskolci kaput ezen a mérkőzésen, neki szavazott bizalmat Vidomanszky mester, miközben támadásban maradhat a házigazda, Biros pöcizi tovább a labdát Sélei Rauser. Jaj, de okos gól! Benézett középre a miskolci hatos, és már jött is a lövés. Nagyon becsapta a kapust ez a mozdulat. Igen, ezek azok a vagánygólok, tehát ez kell. Ez mikor ilyet látok, akkor örül a lelkem, mert az azt jelenti, hogy a játékos a képzettségén kívül még ésszel, bátorsággal és csibészséggel is rendelkezik. Úgyhogy hajrá Miskolc, egy-egy. Pontosan Sélei Rauser urat volt szerencsénk megkérdezni a mérkőzés előtt beharangozónk kapcsán, és akkor ő azt mondta, hogy azt tapasztalta, hogy az a kellemetlen Pécs elleni vereség dacossá, akaratossá kicsit mérgesítette a csapatot, és ennek a meccsnek az lesz az egyik legfontosabb feladata a miskolci csapat számára, hogy pont ezt a fineszességet, ezt a ravasságot meg tudják mutatni a medencében a rutinos játékosokkal felálló Eger ellen. Hát ez most itt sikerült, majd egy kiállítás középen, visszahúzás közben szabálytalanság és Baksa Benedek kiúszik, ember előnyben fordul kapura Sélei Rauser, gól! Jött egy lóba, aztán utána a lövés, nem tudott védeni a kapus. Séleit le kell cserélni, pihenjen, nagyon szép, megszereztük a vezetést. Már jön is a csere, ahogy említetted, Böröcki érkezik közben a túloldalon be a medencébe. Úgy látom, hogy az Eger kapusa nem kezd azzal a vehemenciával, amivel szokott védeni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ellenfél kapusát belőjük be, mert ha belőjük, akkor sokkal nehezebb lesz a helyzetük. Hát ezekhez nem nagyon tudott hozzászagolni most Krémer Balázs. Nem. Mind a két lövés csodálatosan jól elhelyezett, okos lövés volt. Így van. Ha nézzük közben, a kicsit idő présbe kerül már az egri akció, már csak 8 másodperc van, Lőrinc kezében a labda. Most talán már jön is a lövés, és egy nagyon szép Maravcsik védés, és talán még a labda is megvan, nincs meg a labda.
Gyorsan két nevet mondom, ifjabb hát, Kenész György és Marjai Zsolt urak fújják a sípot a mérkőzésen. Megint, mintha idegenben játszanánk, nem ezt meg kell szokjuk rosszan, hogy azért a hazai pálya nem ejt le mifelénk. Nem szokott, valóban nem szokott. Egy jó védekezés kell, vagy egy nem jó vállalás a vendégek részéről. Az EGRI csapatkapitány általunk is jól ismert Lőrinc Bálint vállalkozott egy távoli lövésre, de nem talált kaput ez a próbálkozás. Na nézzük, gyorsan érkezik a kapu elé a labdával a házigazda, és Krasznai már ki is teszi a szélre a labdát. Böröcki ellen szabálytalanság, vissza a feladóhoz, Krasznai ellene is egy pici apró mezőny szabálytalanság. Na nézzük most Tőzsér, be középre! Semmi! Semmi! Ötös volt, uraim. Hát igen. Na, most nem szólt a síp sajnos. Hát sajnos nem, ezt általában az úszodákban meg szokták adni, mert ez ötös volt, tehát nem az, hogy ráütött a kezére, a lövő kezére ráütött. Sári kezében a labda, egy lágy bejátszás középre, jön a lövés és jön a védés is. Említetted, hogy Krémer nem jó a kezdet, viszont annál jobban indítja a meccset Moravcsik a Miskolci kapuban. Igen, és megúsztunk. Kiállítás. Újabb emberelőnyös Miskolci akció. Nagyon fontos lenne, 5-4-be. Tőzsér, átlövi a túloldalra, Böröcki. Ez lesz a lövőhelyzet, egy nagy védés a kapustól, de visszaszerezzük a labdát, újból indul, hat egy labdajáratás. Rossz passz középre, Böröcki átadását lefüleli Lőrinc. Ezek azok a holdpontok, amin ha túl tudunk billenni, és adott esetben 3-1-re el tudunk menni, akkor nagyon nehéz dolga lesz bárkinek ellen. Csak addig, amíg ilyen gyermetek hibákat csinálunk, addig felhozzuk magunkra az ellenfelet, és általában ilyenkor mindig egyenlíteni szoktak. Most ne legyen az. Szerencsére Moravcsik dicsérhető, nagyon jól kezdi a meccset. Nézzük Piros-Barna, hogy folytatja a labdaszerzés után, nagyon megindult előre a miskolci csapatkapitány. Szépen most beindítja a többieket is, nézi, hogy ki lehet a játékba hozható társ. A szélre ment le a labda, Várkonyi. Nagyon okos megoldás! Említetted, András, hogy fineszes gólok azért nem rosszabb születnek, hát ez is egy gyönyörű... Ezek demoralizáló gólok. Ezek fájnak. Igen, ezek szoktak fájni. Igen, főleg mondom a Krémer esetében, ő egy nagyon magas, 2 méter fölötti kapus, és hogyha a feje fölé ejtésből gólt kap, ő is egy fiatal, nagyon tehetséges kapus, de remélem, hogy a jövőben is demoralizálva lesz. Ha Muricsicsot fogjuk tudni semlegesíteni centerbe, akkor az Egernek nagyon nehéz dolga lesz. Minden esetre 3,5 perccel az első játékrész vége előtt 3-1-re vezet a házigazda az EGRI együttes ellen. Vissza úszkálnak. És ez egy kicsit furcsa lefolyású EGRI akció, valóban. Igen, nagyon jó zónázunk a center előtt, és ugye... Egy pillanatra senki nem látta, hol a labda, de Moravcsik ezt mért elsőnek. Ember forba eljöttünk. Sélei Rauser kapja a labdát, megindulhat a miskolci akció középen, Böröcki, de Sélei Rauser is befejezheti. Gól! Nagyszerű egyéni megoldás! És a miskolci hatos már a második gólját szerzi, bocsánat, a harmadikat a mérkőzésen. Ilyen kezdésről csak álmodni lehet. És úgy, ahogy mondottad, tehát meg ahogy én is mondtam, hogy a kapus elbizonytalanodását követi a mezőny játékosok. Nagyon jól zónázunk a center előtt, és mivel a Moravcsik nagyon jól szállt be a játékba, nagyon meggondolandó, hogy ki hogyan lő kapura. Nincs az ön magabiztos lövés, nem nagyon vállalja el senki, és remélem, hogy innentől kezdve egyre nehezebben fogják vállalni. Most kéne kibírni, hogy ebben a negyedben ne kapjunk másik gólt még. Hát az nem kis teljesítmény lenne tekintve, hogy még 2,5 perc hátra van. De nézzük meg, nagy bejátszás középre. De csodálatos passz volt Lőrinctől oda középre. Muricsics, ezt most értékesítette, de... Ezt magyaráztam az előbb, hogy a Muricsicsnek a semlegesítése
az fél siker lehet. Mert ugye ő képes be is fejezni, kiállítást kiharcolni, 5 méteres csinálj bármit. Tehát inkább be kell vállalni kintről a lövést, amit a Moravcsik bizonyított, hogy elég jól fog, mint hogy megadni a lehetőséget, hogy bejátsszák a labdát centerbe. Hát pontosan ennek a hátrányát, egy ilyen bejátszások, azt a problémát láthattunk az előbb, de még így is kitűnő látvány nyújt az eredményjelző, hiszen 4-2-re vezet a Miskolci együttes, és egy újabb támadás bontakozik ki hazai részről. Forra víz a kapu előtt, Várkonyi és Zélmán is kapják rendesen az ívet, de most felállt a házigazda egy kicsit klasszikusabb támadás vezetésre, megindul a labdajáratás, 10 másodperc. Nem szabad lett volna előtt, ezt centerbe kellett volna behagyni, ez kiállítás, fegyelmezetlen. Nem, be kellett volna pöcsinteni centerbe a labdát, ez kiállítás. Sajnos ez nem jött be, Böröcki lövését védte a kapus, majd visszaúszás közben szabálytalankodott. Gyönyörűen vezetünk 4-1-re, és képesek vagyunk egy perc alatt az ellenfélnek megadni a sanszot, hogy visszajöjjön a meccsbe. Ez egy nagyon higgadt, türelmes labdajáratás volt, és a végén megvolt az a pici előny a lövőjátékosnak, egészen pontosan Kovács Gábornak, hogy a kapus mozgásával ellentétes irányba visszalőtte a labdát, és oda már nem érhetett oda Moravcsik. Igen, ezért nem szabad össze-vissza lövöldözni. Tehát a fiatal játékosok beleesnek ebbe a hibába. Itt a Böröckit nem bírálom, de be kellett volna pöccinteni, és akkor... Akkor nem 4-3, meg lehet. Igen. Na nézzük, de még most mindig lehet igazítani az eredményen. 12 másodperc támadó idő, Sélei Rauser, Krasznai. Kiállítás. Nagyon határozott játékvezető jelzés, középről kiszorják Sántavi Mátét, és ember előnyben folytathatjuk a támadást. Nagyon fontos. Újból lenne. Két gólos előny lehet, azt az eket! Sélei Rauser! Úgy látszik, hogy Sélei felvette a góllövő kezét, amit bevitte magával. Ő egy nagyon tapasztalt, rutinos játékosnak számít, és egy cerebrális, tehát egy okos játékos. Rájött, megérezte a kapus gyengéjét, és egyfolytában azt lövi neki, hosszú kereszteket lő, amiben nem ér oda kézzel. Tehát míg kiemeli a kezét, addig már a labda bent zörög a hálóban. És olyan ütemben lövöldözi Sélei Domonkos ezeket a lövéseket, hogy tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy Sélei Eger 5-3. Igen. Onnan kell hagyni, hogy onnan durantsa el. Onnan kell hagyni, mert onnan nem fogja eldurantani. Csak jobban kéne mozogni a zónába. Kapufa. Szerencséje volt most a vendégcsapatnak, mert Rádli lövése nyomán olyan messze kipattant a laszti, hogy Lőrinc összeszedhette. De jól védekezik nagyon most a házigazda az elmúlt akciók során. A Muricsicsot hárman fogják, viszont a Magyar Marcit meg kéne fogni, mert a Magyar Marci a... Hát, ha nem Magyar Marci, akkor ott van még egy Kovács Gábor, aki már a második gólját szerzi a mérkőzésen. Ez egy szép lövés volt. Igen. Hát, Viros valóban mindent megtett ott a kapu előtt Murisic semlegesítéséért, és nem is ment be a labda, nem mehetett be oda a labda, de jött egy mezőnykísérlet, és ez most sikeres volt a vendégeknek. Igen, itt szeretném elmondani, hogy a Vismek Zsombor hiányát nagyon megérezzük, mert ő egy nagyon jó védekező játékos, sőt a befejezéseknél is, hogyha olyanja van, akkor bárkinek be tudja lőni. Koncert kezében a labda, ő pöciszte tovább, 16 másodperc van az első negyedből hátra, ezt még elméletileg végig támadhatjuk. Krasznai, 10 másodperc, közben félszemmel már az órát is kell figyelni! A csuda vigyel! Nagy Norbert nyújtózkodott, ameddig bírt, de nagy magas volt egy kicsit a labda. Hát minden esetre 5-4. Tíz centivel lejjebb jön, akkor már 6-4-el fordultunk volna. Abból indulunk ki, András, hogy ugye volt 4-2 is az állás, 4-1 is volt az állás, akkor ez az 5-4 nem annyira jó, de ha azt nézem, ugye, hogy az első negyedet jó játékkal nyerte a csapat, akkor
még akár jó is lehet ez a kezdés. Igen, hogy vélekedsz? Az a véleményem, hogy ez ránézésre nagyon jó. Én attól félek, hogy fizikálisan bírjuk, mivel mondtam, több hiányzónk is van, és meghatározó ember, aki akár a Murisicsnak a lefogásában eredményesen tudna szerepelni. Végül is egy dolog, ami engem egy kicsit visszafog az egésztől, hogy az Eger túl könnyen lövi a gólokat. Tehát a 4-1-től nagyon könnyedén jött fel 4-3-ra. Tehát két olyan gólt kaptunk, amit akár egy kicsit jobb védekezéssel ki tudtunk volna küszöbölni. Ez a két csapat természetesen már találkozott ebben a szezonban egymással egyszer. Az elmúlt év decemberének közepén Egerben a házigazda győzni tudott egy 31 gólos meccsen. Nem is a végeredmény szempontjából, hanem úgy kérdezném, András, hogy ez is egy valószínűsíthetően sok gólos meccs lesz, hogy látod? Hát úgy néz ki, hogy egy sok gólos meccs lesz. Egyelőre a Sélei egy negyed alatt 4 volt, nem is tudom, hogyha OB1-ben lőtt, 4 volt, hála jó Istennek, de legyen így tovább is, tehát hogy bírja fizikálisan. Biztos jobban oda fognak rá figyelni, mert a Biros Peti nem véletlenül magyaráz még mindig, már régben kéne legyen az Eger is a kötelek mögött, de úgy látszik, hogy a Birosnak még mindig van mondani valója. Többek között gondolom én, hogy a Séleinek a semlegesítése az biztos benne van. Hát ezt meg is érte szerintem mindenki, hiszen ugye az 5 lőtt miskolci gólból 4-et vállalt Sélei Rauser Domonkos, hát ez önmagáért beszél. De remélhetőleg azért nem lesz ellenszer, a sötét sapkások nem tudják semlegesíteni majd. És hogy így lesz, ezt nem sokára megtudjuk, mert már másodpercek múlva jön a második ráúszás. A vendégeknél Rádi Rajmund, hazai oldalról pedig Krasznai Bendegúz indult meg a labdáért. Szerencsére a labda mifelénk csordogál, és úgy néz ki, hogy... Na, meg lesz az még talán, azt az eget! Igen, piros. Megküzdöttünk, érted, de megvan, piros-barna begyűjtöttem. Újból két gólos lehet a Miskolci előny, hogyha ez az akció sikeres véget ér majd. Na nézzük! Piros egyelőre messze a kaputól. Kicsit túljátszotta a szerepét Sári, ott középen Lukasz Zémannal szemben kiszorta a játékvezető Piros nagylóba, és egy nagy gól! A rövid felsőbe ment a labda! Ez is egy elnézős gól volt, nem tudom, ha láttad, hogy nem a kaput nézte, egy ilyen elnézős gól volt és meglepte. Tehát mondom, ezeket a lövéseket, hogyha tudjuk hozni, akkor az Egernek nehéz dolga lesz. Csak a védekezésünk, tehát a 4 kapottból az is elég sok, tehát az elég sok. Szerencsére van mellette 6 lőtt. De van mellette 6 lőtt, igen. Reméljük, hogy tudjuk ezt tartani. Igen, minden esetben nagyon kreatív a miskolci támadó játék, ez egy nagyon jó jel, és reméljük ehhez felhozzák majd ilyen szintre a védekezést is a miénk. Például majd itt ennél az akciónál láthatjuk, Lőrinc, ez lövőhelyzet, de nem vállalt nem, el. Hát persze. És nincs is. Már-már megindult Biros a megszerzett labdával, de még megszólalt a játékvezetői síp. Nem vállalta el, mert el vannak bizonytalanodva. Tehát azért a jól, jó, a jó... Pedig már úgy látszott, hogy sikerül lemozogni a szélre érkező labdát. Igen, erről beszéltem. Tehát a már a harmadik gólt lövik így, hogy a 4-es, 3-as, jobb mondva, a 3-as, 4-es, 5-ös pozícióból és onnan fejezik be. Tehát ezt kéne észrevegyük. Bizony, Kovácsnak már a harmadik találata. Igen. Kicsit ő azt játssza, amit nálunk Sélei Rauser. Nagyon szépen tartja az Egri együttes a 6-os számú Egri játékos góljaival. No, 6-5 az állás, és egy újabb miskolci akciót láthatunk. Krasznai apró pici fautokkal tördeli szét a játékot az Egri együttes. Közben ott a kapu előtt eszement nagy berekedés. Ó, semmi! Azt a mindenit neki! Nagy Norberten dolgoztak egy páran, de nem látszott a játékvezetőnek. Pofont is kapott, mindent kapott.
Na mindegy, nem volt csíp, jöhet az Eger, és ez már az egyenlítésért megy ez a támadás. Nagyon fontos lenne egy jó védekezés, de idő zavar is fellép már. Már csak 8 másodperc támadó ideje van a sötét sapkás vendég együttesnek. Most ki kell támadni, mert el fogja lőni onnan. Megvan! Lőrinc átlövését Borovcsik lerántotta, és közben itt megindul Böröcki. De egy biztosabb megoldás, Krasznai kezében a labda. Van a Sélei, a Sélei. Sélei kérte és kapja is a labdát. Jön közelebb a Miskolci hatos, de az nem lehet lövő pozíció. Krasznai érkezik a támadáshoz. 8 másodperc, nagyon nagy labda oda középre. És akár most ezt be is lehet fejezni, Biros. Azt a mindenit, és megvan a kipattanó! Nagy Norbert szemfüles találatával megvan az újabb két gólos előny. A kapufáról kipattanóra a Miskolci 3-as csapott le először. Jó helyzetfelismerés volt. Igen. Csak a védekezésünk az legyen helyén. Itt a Csiszár Boldizsár, aki különben nem a harmadik számú, de az egyik kapusa három közül. Most éppen ott védekezik. Ma védekezik, és azért ebben a zóna védekezésben neki elég komoly szerepe lehet. Hát ha valakit nem ismerhetnek mezőnyjáték szempontjából, mire képesne, az pont a Miskolci 12-es az előbb említett tény miatt. Úgyhogy lehet, hogy ő megkavarja majd egy kicsit a szálakat. Lukás Szélmán csodálatos blokkját láthattuk, ami után már Borovcsiknak könnyű dolga volt összeszedni a labdát, és Biros indul. Középen egyelőre nem jön társ, de szépen érkeztünk gyorsan egy indításból a ellenfél tér felére. Igen, csak. Krasznai, most kéne, ez most egy lövés is lehet. De középre, Lukás Évan. Ez egy nagyon okos bejátszás volt, és jön a kiállítás 5 méteressel együtt. Sélei Rauser passza tanítani való volt középre most is. Ezért mondtam, tehát a gólok mellett ő az a játékos, aki meg tud oldani ilyen helyzeteket, tehát megvan benne a spiritus is, és a technikai tudás is, az, hogy ez be kell lőni ezt a gólt. Ez be kell lőni. Na nézzük. Ez be kell lőni. Piros barna közén a jobb kezéhez kell lőni. Oda. Láttam a helyezkedését a kapusnak, teljesen elcsúszott a bal oldalba, azért mondtam, hogy a jobb kezére kell lőni a labdát. Igen, 8-5. Alakul, úgyhogy... Hát aki a mai napon azt választotta, hogy élőben nézze a Miskolc televíziót, azt gondolom jól szórakozhat. Sőt, mint lokálpatrióta örülhet eddig annak, hogy a vízilabda csapat, milyen szépen araszol, és végzi a dolgát. Kezd idő probléma adódni. Jaj, ez baj. Megint Kovácshoz megy a labda, és ő egyszer, bocsánat, már, ez nem Kovács volt. Ötödjére esszük meg. Tehát ötödjére esszük meg ugyanazt a hibát. Ezt nem értem. Ezúttal innen a szélről, ahonnan eddig Kovács lövöldözte a gólokat, most Baksal értékesített egy helyzetet. Ez volt a 6. Egri góla mérkőzésen. 4,5 perccel az első félidő vége előtt Panergyi Miskolci Vízilabda Klub Cetefeger 8-6. Tehát a gólok számát tekintve azt hiszem, hogy araszolunk szépen az általad említett decemberi mérkőzés eredménye felé. Csak nem mindegy, hogy milyen előjele. Igen, az arányok remélem mások lesznek nyerni, majd. Vagy nem fogjuk tudni megnyerni. Hát természetesen szorítunk nagyon, és hát meg kell legyen ez a mérkőzés. Ajaj, 2 méterre van az Éman. 2 méter, meg be is fújták. Hát ez az, amit mondtam. Most kiállítás tőlünk. Hát 8-5-ről elmehettünk volna 9-5-re, de sajnos ugye mi kaptunk kiállítást, és 5-4-be halad az Eger, méghozzá Magyar Marci. Ott van teljesen üresen, hát támadja már. Nagyon nagy védés! Nem ér a gól, 2 méteren belül volt, nagyon jó, de azt emeljük ki, hogy mekkorát védett Moravcsik ennél az átlövésnél. És a róla megadták, igen. Atya ég. Hát pedig ez 2 méter volt. Hát,
kispadok oldalán teljesítő játékvezető kézmozdulataiból pedig arra lehetett következtetni. Tehát, szóval ebben egy-egy az eredmény, tehát mi is lőttünk egy ilyen szempüles szerencsés volt, hát ők is belőtték. Minden esetre nem hagyja magát a vendégcsapat. Arra kéne játszunk, hogy a két backnek két-két kiállítása van, hogy valahogy sikerüljön. De látom, ott van a piros-barna. Piros középen Sile Rauscher kezében a labda, megy a bejátszás Lukasz Émához. Jó ütemben jött a labda, jól mozdult a Miskolci hetes. Időt. És emberelőnyes akció lesz, de az időkérés után. Nagyon jó időbe kérte a Vidumánszki, ugye, mert ez egy kaotikus helyzet után nem biztos, hogy a legoptimálisabb felállásba fogjuk ezt a, vagy végezhettük volna ezt az emberfort. Így van időnk arra, hogy összeszedjük magunkat, pihenjünk egy kicsit, és az edző elmondja, hogy mit szeretne játszani ebbe az emberforba, amit hát remélem, hogy belőjük, mert akkor megint, ugye, tehát tartjuk a távolságot tőlük, ugye? Így van. És ugye nem is megy idő majd a felúszással, hiszen már ott lesz az ellenfél kapujánál a házigazda, úgy indulhat ez az emberelőnyös játék. A játékvezető kezében még egyenlőre a labda, és mikor Moravcsikhoz érkezik majd az alaszti, onnan indul az időmérés is. Igen, hát a Sélei fogja elkérni tőle, mert ő a legbiztosabb passzoló. Úgy is van. Már meg is kapta a Krasznai a szélen. De beindul az emberelőnyös Miskolci játék, felgyorsul a támadás. Tőzsér tovább teszi. Még van idő, 8 másodperc, Sélei ki a szélre. Nagy lóba és egy nagyon nagy gól! Azt a ezeket! Várkonyi Ádám, nagyon-nagyon hidegvérű, nagyon szemfüles, jól céloz, jól igen, lő. Igen, szerintem a Vidó elmondta nekik, hogy körülbelül hova kell befejezni, mert látom, hogy tendenciózusan a feje fölét a hosszú kereszteket lövik, amivel nincs mit kezdje. Tehát a Krémer Balázs a mai napon ezeket nem tudja hála Istennek fogni. Kettővel vezetünk. Na egyszer tudjuk már úgy kivédekezni, egyszer vagy kétszer, hogy ne jöjjenek vissza megint egy góra, mert akkor, ha megint elmegyünk három góra, akkor már ugye a mérkőzés felénél tartunk mindjárt, akkor az elbizonytalanodás az elég magas fokon lenne, ami nagyon fontos lenne számunkra. Bizony, és hát folyamatosan zárkózni azért az Örli darálja az EGVI együttest is. Kiállítás. Igen, ez az. Tűzsért küldi ki a játékvezető. És igen, az első kiállítása neki. Kiállításokkal egyébként jobban áll a Miskolci együttes a kiállítások szempontjából, de ez még fontosabb lenne egy jó védekezés most. Megvan a labda! Murisicsnek ment egy csodálatos bejátszás, de még szebb volt, ahogy Moravcsik kijött a kapuból, és még bele tudott érni a vállával ebbe a húzásba. És jön a Miskolci kontra. Meg lehet az a három gólos erőny, hogyha ez az akció eljut a gólig. Nagyon lyukasok vagyunk, mert nincs centerünkben. Most érkezik csak egy kicsi lemaradással Nagy Normert. Kellett volna folytassa a tőzsét. Csak közben lement a támadóidő, az a probléma. Most már majd lőni kell. 5 másodperc támadóidő. Egy ejtés. Na ezt ha kapura megy, ez is volt. Elmondanám. Hogyha ez kaput fogott volna a hosszú sarokba, ez is volt volna. Minden esetre marad a 9-7-es Miskolci előny, 2 perc van hátra, még az első fél időben is most jön egy EGRI kísérlet. Próbál gyorsan érkezni a vendégcsapat, Lőrinc Ákos kezében a labda. Nagyon nagy blokk! Azt a mindenit! Vidumánszki László teljesen jogosan mutatja, hogy bent volt a két méteren belül, és a második gól, így van. Igen, második két méteren belüli gól, úgyhogy... Nagyon furcsa, lélektana van a miskolci játékvezetéseknek mindig. Most is ezt tapasztaljuk. Hát igen, nem örvendünk szimpátiának, mivel ugye voltak itt dolgok, amik történtek, ami végül is a miskolci sportdiplomáciát megbontotta eléggé. És hát én
nem csodálkozom rajta, de hát remélem, hogy ez azért fog változni a jövőben egy picit. Kicsúszik a kezéből Várkonyinak a labda, pedig ez jó mozdulat volt. Ha megengeded, András, csak egy fél mondatot hozzáteszek az előző véleményedhez. Az egyértelmű, hogy nem mi vagyunk a játékvezetők szívecsücske, de a szabály a szabály. Két méteren belülről jött két egri lövés, de ezt úgy látszik, mi máshogy láttuk. Kiállítás a játékvezető szerint legalábbis, és ember előnyben folytatja most az egri együttes, miközben lassan elkezdődik az utolsó perc a második negyedben. 9-8 a miskolci előny, nagyon-nagyon kellene egy védekezés, és egy kis szerencse, Rádli kezéből kicsúszott a labda, csak úgy, mint az előbb az egri kapunál Várkonyi kezéből, 1-1, tehát így a sors visszaadta. Mondjuk piros vezetőedző az egri kispadnál nem annyira nyugodt az esetet követően, de ezt majd ők elintézik. Nézzük, hogy Sélei Rauser mihez kezd a labdával majd. Középen Berecki megy tovább, piroshoz a játékszer, 8 másodperc van hátra. Berecki, egy nagy balost nézzünk! Nem nézünk. Berecki nincsen ma egy ikletett formában, megmondom őszintén, mert hibát hibára halmoz sajnos, és ebből megint kiállítás van. Tehát itt most már lassan a harmadik gólt fogjuk úgy kapni, hogy mi támadunk, elveszítjük a labdát, és a harmadik gólt kapjuk. Tehát mondom, ő is egy nagyon fiatal játékos. Tehát 12 másodperc, nagyon nagy védés a miskolci kapuban, egy biztos pont szerencsére Moravcsik Martin, és egy, hogy a csapatjátékot alapul véve egy jó kapus teljesítmény bármilyen eredménynek lehet az alapja, és most megvan a jó kapus teljesítmény, többször is vezetünk már 3 góllal, 9-8-as állással jutottunk el a félidőhöz. Hát én azt mondom, hogy a meccs első fele azért így vállalható, előnnyel kezdődhet a második játékrész. Látszik, hogy a srácaim, mert mondhatom úgy, hogy a srácaim motiváltak. Nyilvánvaló, hogy a technikai hibák általában akkor szoktak becsúszni, főleg fiatal játékosoknál, amikor a motiváltság lehet, hogy túl pörög. Na most azért ne felejtsük el, hogy ez a csapatban van 3, inkább 4 játékos, akinek az első OB1-es szezonja ez az idei szezon. És azért ez az egri együttes, ha végignézünk, van egy Muricsics, aki nemzetközi szintű center, mondjuk nekünk is az Zeman itt van, de hát a kettő között korban nagy különbség van. Amellett az egriek sokkal harcedzettebbek a kemény csatákban, úgy hazai, mint nemzetközi szinten. Én nagyon, de nagyon elégedett vagyok azzal, amit eddig produkálunk, meg amit mutatunk. Egyáltalán nem tükrözi azt a helyet, ahol pillanatnyilag a csapat tanyázik, és akkor most csatlakoznék ahhoz a véleményemhez, tehát szeretném elmondani, hogy mi szerencsésebb esetben legalább 12, de 13 ponttal többet birtokolhatnánk, azzal viszont a 7. hely körül tanyáznánk. Mivel olyan gyermeteg mérkőzéseken ment el 2, illetve 3 pont, hogy egy csöpp rutinnal, egy csöpp szerencsével, és nem támogatással, de néha egy plusz objektivitással, ami a közreműködést illeti, mi sokkal-sokkal gazdagabbak lehetnénk pontok számában, és a tabellán is más helyet foglalnánk el. Hát ez egy nagy, hogy is mondjam, csak tapasztalat ennek a szezonnak, és van még hátra 30 másodperc, azt én megkérdezem tőled, András, így egy rövid választ kérnék tőled, hiszen már kezdődik a ráúszás, hogy nem kevés izgalom vár még ránk, hiszen ugye majd a helyosztók most kezdődnek el mindenki számára, így a miskolci csapat számára is, de az egyik szemed már a következő szezon lehetséges játékos keretének kialakításán van? Hát én általában már januárban szeretem tudni azt, hogy mivel indulok a következő szezonba, tehát aki ismer, azt tudja, hogy én maximum februárra
már megvolt a következő évi csapatom, tehát nem hagyom a véletlenre az utolsó pillanatban az egészet, igen. Tehát megyünk tovább, építkezünk tovább, és ugye ezek a fiatal srácok, remélem, hogy több rutint szerezve, ami ezt a bajnokságot illeti a következő szezonban, azért fejlődni fognak, és az új játékosokkal, akik hozzánk jönni fognak, azokkal egy ütőképesebb csapatot fogunk tudni alkotni a következő szezonban. No hát, az utolsó szóig valósuljon meg, amit mondtál, minden miskolci vízilabda barát nevében ezt kívánhatjuk, hogy sportbarát nevében. És nézzük azt, hogy a Sélei piros labdaváltás után milyen véget ért majd a miskolci támadás, mert lassan már lőni kell majd valakinek, 6 másodperc van hátra. Kiállítás. Na, akkor nézzük meg még egyszer most ember előnyből, hogy hogy lehet befejezni ezt az akciót. Krasznai, piros, legy a labda szélre, egy oldalváltás, még van idő labdát járatni, forgatni a védelmet. Most Krasznai lesz szögből. Krasznai belövi. Bebizony! Nagyon jó, nyugodt, tehát a kora ellenére ő olyan nyugodtságot tud vinni természetéből kifolyólag, és gyönyörű szépen, tehát a kevés fiatal játékos közé tartozik, aki gyönyörű szépen kilövi a hosszú keresztet. Legyen az akár fej fölé, akár a hosszú laposat, tehát a kéz alatt szépen ez a labda is gyönyörűen landolt a hosszú keresztbe. Bizony, ez az első gólja a Krasznai Bendegúznak a meccsen, a legjobbkor kezdte meg. Igen, de ő egy nagyon nagy munkát végez ott. Ez így van. Ugye néha ugye ez a zónába való mozgás, ez nagyon kiveszi, tehát ez csak azt tudja, aki vízilabdázott, hogy nagyon kiveszi az emberből a ruganyosságot. Nagyon szépen zárunk vissza. Ez egy feszes jó védekezés, el is ment a támadóidő, most kell figyelni, és figyelt is a kapus. Morabcsik szépen védett. Nagyon jó teljesít Morabcsik a miskolci kapuban, és hozzá kell tenni még az előbb ez a Krasznai féle dicséretekhez, hogy ugye a meccs felén már túl vagyunk, és nagyon komoly játékpercekkel dolgozik a fiatalember, és ennek ellenére... Hát nagyon keveset pihent, nem is tudom, hogy volt-e kint, nagyon keveset volt. Ugye el vannak bizonytalanodva, látjátok, mondjuk Kovács ellőheti. De most lőheti, mert Morabcsik nagyon jól véd, de megvan a labda így is. Nagyon-nagyon dolgozott Sílei Rauser, ő szerezte meg a labdát, és most középen megúszott. De megúszik a labdával Tőzsér Dávid is, most csatlakoznak a többiek. Azonnal egy mezői szabálytalanság. Ez is lehetett volna egy kiállítás, szerintem. Az előbb pont így állítottak oda. Nagyon fontos lenne most gólt lőni. Bizony, és akkor újból 3 gól lenne a különbség. De már kevés idő van hátra. Sílei egy ravasz megoldással kísérletezett, de most nem sikerült az ejtés. Közben pedig kapus cserélt. Igen, mert csapos kere volt, igen. Greisbacher Márk őrzi már a... Már nem ugyanaz a recept, úgyhogy... Lehet, hogy ha még mindig Krémer lett volna, akkor lehet, hogy bemegy. De mindegy. Most félek a Murisicsot, ki ne állítsanak róla, Murisicsot. Ott kéne zónázni. Most kell nagyon figyelni, mert már kevés idő van hátra. Lőrinc ki a szélre a labda. Középen ez lövőhelyzet lesz. Sántavi! Nem jutott el a labda! Ameddig szerették volna az egriek. Igen, itt kéne lőjünk egy gólt, és akkor megtörne az egret. Én úgy érzem, ha most el tudnánk menni 3-ra, és utána egy ilyen adok-kapokba zónázni, nem feltétlenül gólt lőni, csak nem kapni gólt. Tehát nem kontrákat kapni. Víz alatt. Bevitte a labdát a víz alá, nagy, ez volt a játékvezető ítélet. Igen, nem kellett volna beadni még. Kint volt, a labda kint kellett volna legyen még a szélen. Mindegy. Vissza kell menni zónába. Jó védekezés. A tancer már elkésett egy kicsit, ő már réges-rég vissza kellett volna menjen. Most sikerült visszazárni mindenkinek, de most jön a nagy lóba, jön a bejátszás középre. Hát ez is két méter volt, ott van a két, hárman voltak rajta. Minden esetre Murisics nagyon
szilárd támaszt ad a csapatának. Igen, ezt magyaráztam. Hogy negyedik gólja a mérkőzésen, és ami oda bemegy középre... Azért kellene hagyni kintről lőjenek, mert el vannak bizonytalanodva. Teljesen az Eger támadása pillanatnyilag a Murisicsra van felépítve. Kintről, nem is tudom, a magyar Marci játszik, nem játszik? Nem is láttam, hogy játékba volt már bent, de most ezt nem az ő meccsem. Hát valószínű, hogy valami gond van vele, mert ő azért... Ott is van most a túloldalon, védekezik egyébként. Mert azért ő nem ennyit szokott hozzátenni. Igen, a krasznai magyar páros dolgozik ott egymáson, de sajnos mi nem tudtuk bedolgozni ezt az akciót. Koncerti, ne állítsák! Na hát akkor ott van Magyar Márton, éppen az ő kezében a labda, ő hozzáállt a miskolci térfélrel azt itt. Középen a játékvezető szabálytalanságot lát, kiállítás, Bíros Barnát küldi ki, aki ez az első sárgája. Igen, a magyarra, menj ki a magyarra! Lőni kell, mert már nincs idő. Nagyon nagy védés! Átlövésre vállalkozik az Eger, Maravcsik kivédi a szemüket. Kiegészültünk. Na nézzük, meg lehet a védés, és megint megvan! Káprázatosan dolgozik a fiatalember a miskolci kapuban. Visszapattant már másodszor az Egerhez a labda, de a védéseken van most itt a hangsúly. 8 másodperc, 6 másodperc. Megint megvan! Elképesztő, miket véd a miskolci kapuban Maravcsik Martin, elképesztő! Minőségi lövések érkeztek a hazai kapura, de nem ment át a kapuson alaszti. Igen, azt szeretném most hozzátenni, hogy nyílt titok már, hogy a Hoferica nem marad nálunk, viszont a Maravcsik Martinra építem a jövő év kapus teljesítményét. Minden esetre meghálalja most a fiatalember. Kicsit idő problémába kerültünk mi is a támadásoknál, ezért dobta el a labdát egyébként Várkonyi. Micsoda hibát követünk el! Nem tudja kézre venni a labdát, köszönjük szépen, Rádli nem fogta meg. Jaj, óriási zicser volt pedig, de kicsúszott az Egri 2-es kezéből a labda. Nem igaz, hogy ilyen hibákat követünk el. De igen, ennek volt egy előzménye ugye a védekezés kapcsán. Minden esetre most egy kicsit rendeztük a sorokat, és felállt védelemmel néz szemben most az Eger. 8 másodperc, magyar kezében a labda, megy a szélre. Bőrinc és... Persze, mert ott hagyta, hát nem szabad ott hagyni, hát nem lehet ott hagyni, nem lehet ott hagyni. Pontos bejátszás érkezett oda Lőrinchez, és most sikerült kilőni az Egri csapatkapitánynak a hosszú alsó sarkot. Nem, hosszú idő után egyenlít a vendég együttes. Igen, ott hagytuk egyedül, tehát én azt mondom, ez az Eger ma teljes mértékben elkapható lenne, mert megmondom őszintén, én részükről egy jobb teljesítményt vártam, hála Istennek, nem az. Nyilván, hogy ezt mi is meg tudjuk akadályozni, csak az a baj, hogy megint ugye a 2-3 gólos előnyünkből most már először vagyunk döntetlennél, ugye a harmadik negyedbe. Minden esetre eddig mindig sikerült ellépni ilyen helyzeteknél, újból előnyt kialakítani. És reméljük ez a sorminta majd folytatódik, hiszen kiállította a játékvezető gólja Noelt. Ez azt jelenti, hogy ember előnyben folytathatja most a miskolci csapat ezt a támadást. 18 másodpercről indul az óra, ugye Sélei Rauser, Nagylóban nincs lövés, Bíros, bejátszás, és nem ment be! Tőzsér lövését fogta a kapus, Kreisbacher nagyot védett most. Hú, de kellett volna ez pedig. Nagyon kellett volna, pedig ki volt játszva rendesen, de hát nem tudom, kicsit mereven, meg feszülten, meg ajaj, be van Murisics, ugye. Na nézzük egy jó védekezésre, az előző támadás befejezése nem sikerült. Murisicshoz a bejátszás, és most Tőzsér az előző nem jól sikerült lövését lassan javította. Nagyot védekezett a miskolci 2-es. Ott a fél. Megindul Sélei Rauser, gyorsabb az ellenfelénél, ez akár lövőhelyzet is lehet. Ötös. Hát nem kiállítás, ez ötös. Megadta a
játékvezető, úgyhogy köszönjük szépen. Lényeg a lényeg, 11-10. Ő a gyerekek, ez nem volt egyszerű. Kemény lesz. Nem volt egyszerű az a befejezés, de sikeres volt. Ha belegondolok, hogy egy-két játékossal még a kispadon hosszabbak lennénk, biztos ezt a meccset tudnánk hozni, de remélem, hogy így is. Tehát én nagyon optimista vagyok. A Murisicsot valahogy a Murisicsot meg kell fogjuk. Tehát őt kell semlegesíteni, mert a többiek el vannak. Tehát a Kovács Gábor egyedül, aki merte lőni, de se a Baksa Benedek, se a Magyar Márton, szinte nem is néznek kapura, én nem tudom, mi történt velük. Hát Moravcsik védései. Igen, teljesen elbizonytalanította őket. Ha nézzük, Lőrinc nagy lóba nem vállalt el, 6 másodperc támadóidő, kiesik a labda kezéből, nagy védés! Ezek a jó jelek, az egri lövő játékosok kezében azért dadog a labda, és hogyha elindul az átlövés, az szinte rendre védi Moravcsik. Nézzük a kontrát, lesz-e 2 gólos a miskolci előny? Hát az csoda lenne, annak nagyon örülnék. Krasztai, hűha, ez egy nagyon vehemens érkezés volt, de nincs kiállítás, csak szabad dobás volt. Lukasz Zéman, 5 másodperc, piros barnának lőni kell! Elfogyott a támadó idő. Igen, csak van 20 másodperc, tehát az sok idő. De egy jó védekezés csodákra képes, például arra, hogy előnnyel érjen véget a harmadik negyed. Lőrinc kezében a labda, 8 másodperc. Gólya lőni fog, ő fogja elvállalni. Ez teljesen egyértelmű volt, és az is, hogy nagyon szép volt a blokk, piros mutatta be. Hát, csak hogy nehogy valaki unatkozzon. Egy gólos vezetéssel kezdődik a záró negyed, 11-10-es miskolci előny az EGRI együttes ellen. Hát... Most mi lesz, egy nagyon kemény negyedik negyed. Végül is mi gondolom ugyanolyan motiváltan fogjuk folytatni a megmaradt levegővel. Az Egernek viszont itt a 8 közé jutása tét ezen a negyeden. Tehát ők mindent meg fognak próbálni annak érdekében, hogy ezt a meccset valamilyen szinten hozzák. Nekik a döntetlen se jó, tehát nekik nyerniük kell. Amit remélem, hogy nem fog bekövetkezni. Hát minden esetre ugye az EGRI együttesben elkezdődött a kipontozódás, Sári András már nem folytatja a záró negyedben. Igen, és még vannak ott azért ketten, van a érintettek, Sántavé és ott van Gólya. Ugye? Jobban állunk, így a fautok tekintetében is, a lőtt gólok tekintetében is szerencsére. De egyelőre 10-7 a kiállítás arány. Ami teljes mértékben srácok össze vannak állva rendesen, tehát nagyon motiváltak. Igen. Látható, érezhető, nem csak a meccs alatt nyújtott, a medencében nyújtott teljesítményben, hanem ahogyan érkeznek. Igen, megmondom őszintén, várnék most a negyedik negyedre, például a Krasznai részéről képes lehetne arra egy meglepetés, hogy helyzetbe kerülés esetén matolja az új kapust, meg még, hát én az Émannak a egy-két gólját, hogyha az meg lenne, akkor valószínű, hogy ezt a mérkőzést a Miskolc be tudná húzni, de nem menjünk olyan messzi, mert ez a 8 perc, ez nagyon hosszú lesz. Igen, ez nagyon hosszú lesz. No hát, eddig a három negyed tapasztalatait alapul véve van egy kitűnő kapus teljesítmény Miskolci oldalon, a mezőnyben. Sélei Rauser 4 gól, Várkonyi és... Nem, bocsánat, ő. Várkonyi 2 gólt, Piros 1-et lőtt, Miskolci oldalon Zéman is 1-et lőtt, Krasznai 1-et, Nagy 1-et, Tőzsér 1-et. És... És egyszerűen, de azért csak összeszedték a miénk a labdát. Háromszor elhoztuk a labdát. Bizonyán. Négyből, tehát ez nem egy rossz. Ezt kéne kamatoztatni most. Igen. Legalábbis milyen jó lenne. Minden támadás borzasztó fontos. Sélei Rauser, Krasznai.
Nem tud lőni a Miskolci 4-es, mert egy szabálytalanság ellene. Lukasz Némához a bejátszás! Hát én ott láttam a kezében a labdát, de nem én vezetem a meccset, úgyhogy csak konstatálni tudom, hogy nem volt a játékvezető szerint szabálytalanság. Jönnek vissza most a csapatok, és a Zeman lemaradva társával, gólyával most fog csatlakozni majd a támadáshoz. A Muricsics jön be. Lőrinc tovább tolja a labdát. Fogy a támadóidő, nagyon fogy a támadóidő, most a bejátszás, semmi. Az égvilágon semmi. Muricsics nem nagyon figyelte ott a labdát, inkább piros-barnán. Ilyen csorgó percek kellenek, amikor nem történik semmi. Ha mi nem tudunk gólt lőni, akkor az ellenfél se lőjön, és akkor ugye ez a harmadag egy gól, ez elég lehetne ahhoz. Ezt be kell lőni. Hosszú kereszt, nem a lokosat. Hát? Igen, változtatott rajta. Hosszú kereszt, lapossal lett volna valószínű, hogy gól. Nincs olyan baj, a vízilabdában, nincs olyan Sándor csikarszög, a legendás aranycsapat szenzációs szélsője, hogy levöldözött. De ez most olyan volt. Van 20 másodpercünk. Na nézzük, egy befejezés jön el. Fogy az támadóidő, nagyon fogy a támadóidő, piros-barna kezében a labda, Schiller Rauscher, valakinek lőni kell? Fú, ez csak az oldalháló volt sajnos. Igen, ez erre mondják azt, hogy török gól, tehát ez oldalról ért hálót, megtévesztő volt, igen. Optikailag, de sajnos. Na nézzük itt a... Rendben lesz itt is optikailag majd a dolog, minden esetre szépen visszazárt a fehér sapkás házigazda. Igen, ezzel vannak megzavarodva, nem tudnak mit kezdeni magukkal. Nagyon jó, nagyon jó! Egészen egyszerűen nem esik le a teljesítménye Moravcsi kapusnak, végig nagyon magas szinten dolgozik a Miskolci egyes ott a kapuban. És most Schiller Rauscher jön előre, Muris is lemarad, emberelőny. Most egy lőtt gól, az nagyon sokat számolna. Nagyon. Ne kéne adni! Most! Kiállítás, igen. Kompenzált, amit az előbb nem adott meg, azt megadta. Na nézzük akkor! Ez egy nagyon jó ütemben tett labda volt, és ott is a kiállítás, ember előnyben folytatja támadását az MVLC. Kapufa! De jó ég, de visszapattan! Schiller Rauscher nem lövi el, piros, ő nem tudja! De még azért van idő, gól! Megjósoltam a Krasznainakra. Megszoktad. Megjósoltam, tehát úgy néz ki, hogy ráéreztem, és nem csalódtam. Én a Bendegúzt, én azt hiszem, egy nagyon szép jövő áll előtte, tehát emberileg nagyon szeretem. Én azt hiszem, hogy minden edző álma és sportvezető álma, hogy ilyen játékossal dolgozzon, amilyen a Bendegúzt. Tehát alázatos, azt mondják neki, hogy éjjel kettőkor fel kell kelni és kell menni edzeni, nem kérdező, hogy milyen. Tehát ez azt jelenti, hogy jó, nem mernek kapura lőni, hála Istennek, nem mernek. 5 perc, 5 másodperc van hátra a mérkőzésből. Miskolc Eged 12-10, és megvan a labda, ott van Biros Barna kezében a labda. Ott megy a Bendegúr. És megúszás is van a szélen. Schiller Rauscher és Krasznai. Elébe úszon a Schiller. Tűpontos indítás, és már is ott vagyunk a kapu előtt, 10 másodperc még azért van hátra. Schiller Rauscher mutatja és kapja is a labdát. Pedig nagyon nem szépen baj. Dolgozott Nagy Norbert, nem jó baj. Volt be az a labda is. Forduljon vele, mert akkor ötös. Hát szinte a víz alól lőtt el, de azért csak jött a lövés. Nem baj. De Greisbacher hárított. Mondtam neked, hogyha folyik, csorog az idő, az nem baj. Igen. Most minden esetre idő az a miskolci csapatnak kedvez. Lőrinc. Na most egy kis szerencse is kell azért a játékhoz. De hát ez a világ minden pontján így van. A kapufa külső éléről vágódott ki a labda. Lőrinc lövése után fogy az idő, és marad a kettő gólos, 12-10-es miskolci vezetés. Igen, ott maradtak 5 a 4-ben. Várkonyihoz érkezik a labda Schiller bejátszását követően. Középen mi lesz?
Semmi! Acsaig! És az a baj, hogy a Muric is fennmarad. Nagyon gyorsan vissza kell zárkózni. Vissza kell elé zárkózni, mert ott rögtön kiállítás lesz. Nagyon szép, nagyon jó, nagyon jó. Hát ez hogy mehetett tovább az előbb ott a nagy Norbert esete? Hihetetlen. Lőrinc nem lőtt. Kiállítás középről. Vinos Barnát kiküldi a játékvezető. De nincs gól! De nincs gól! Moravcsik olyan formában, olyan ikletett állapotban vét, hogy egészen egyszerűen a hátáról sem pattant be a labda, hanem csak úgy megállt. Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogyha egy gólt tudnánk lőni, én azt hiszem, hogy nagyon közel kerülünk a mérkőzés megnyeréséhez. Vissza tud-e ennyiszer kapaszkodni az Eger, ahogy megtette? Én egyszerűen nem hiszem el. A mérkőzés hajrájában vagyunk. Szöglet, ez nekünk jó, ez nekünk jó. 3 perc van hátra a mérkőzésből, 12-10-re vezet a Miskolci Vízilabda Klub. Igen, a Vidumászki inti, hogy szét kell nyitni a mezőt. Eléggé elfogyott az oxigén, a Birosnál is, a Sélejnél is. Bizony, nagyon sokat vannak bent a medencében a játékosok. Most nincs sík. Igen, itt kellett volna az a plusz erő, tehát a Nagy Norbi még nem annyira erős, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Sántavi dolgozott a Nagy Norberten, ezért sem tudott lőni. Nincs vállalás az Egri csapatnál, nincs vállalás. És nincs gól! Egészen elképesztő! Igen, mert lerúgták, meg kellett volna állítsák réges. Meg kellett volna ráállítsák réges. Meg kellett volna állítani. Aha. Középen, közben kollégának mondom, hogy középen ott Sélei Rauser elég komoly fájdalmakkal küzdik, ott a játékvezető előtt szegény, ezért állt meg a játék, csak egy kicsit későn hallották meg, vagy jelezte. Nem, hogy egy kicsit későn, hanem a támadás végén konkrétan. Ugye sikerült közben még a gólját is kipontozni, hát a Sántavia kiszállnál nem lenne back. Hűha, ez nem jó jel, mert sajnos a orvosi beavatkozás úgy hát látszik, hogy szükséges. Bizony, kevesen vagyunk. Hát... 2 perc, 27 másodperc van a meccsből. Igen, hát ez egy nagyon csúnya brutalitás volt, tehát megütötték nyilván. Most én nem mondom azt, hogy akarva, nem akarva, de hát a vízben megtörténik, hogy olyan rugást tudsz kapni, ami aztán teljes mértékben akár eszméletvesztéshez is vezethet. Borda sérülés a legrosszabb. Hát minden esetre a játékvezetők ezt nem vették észre. Érkezik vissza mindkét csapat a folytatásra, 2 perc, 27 másodperc van hátra a rendes játékidőből. De miért kaptam vissza az Eger a labdát? Hát a miénk! Van egy kis kavarodás most itt a mérkőzésen, és egy elég élig reklamálásba kezd a miskolci kispad és a komplett nézőtér. Érkezik a játékvezető, illetve a mérkőzés ellenőre, aki idézőjelben rendet tesz. Nagyon nem mindegy. Rendet tesz, és most megvan a labda a miskolci csapatnak. Hát nagyon-nagyon, hogy is mondjam csak, furcsa módon mennek az események, de a miskolci akció, hogyha sikeres véget ér, az már egy akkora ütés lenne az Egri csapatnak, hogy nem jönne abból már vissza az ellenfél. A Böröckit nem értem már, a harmadik labdát ejti ki. Böröcki azonban kritikus pillanatban kiejti a kezéből a labdát. Ez most nem a Miskolci 8-as meccse, de még egy jó védekezéssel ez is korrigálható. 3 gólt kaptunk ki. A kiejtett labdából, tehát mi támadunk és mi kapunk. Az utolsó 2 percen belül van a mérkőzés. Murisics. Óriási halál volt, óriási szimulálás volt.
levegették ezt a játékvezetők, de valószínűleg meg akarták ítélni már ezt a esetet. Ember előnyben támad az EGRI csapat, Lőrinc nem lő, ki fog lőni, 5 másodperc, Lőrinc lő, nem ő lő, Murisics. Hát, nagyon sokat dolgozott ezért az EGRI csapat, meg még mások is, hogy ez az akció, ez így góllal érje véget. Lassan, 1 perc 28 van. Én azt mondom, lassan felháborító, tehát kikérem a labdát a vízből, és nem tudom, hogy hova kell visszaadjam, ez az egyik. A másik meg az, hogy itt eljátszani a nagy halált, amikor ebből volt körülbelül 20 a másik oldalon is, esküszöm, felháborító. Tehát nem tudom tűrtőztetni az érzéseimet, tehát nem értem. Hát, sokan vagyunk ezzel így. Egészen elképesztő eleme ennek a csodálatos játéknak néha a kívülről érkező tevékenység. Na nézzük, 1 perc 20 másodperc van a meccsből hátra, 12-10-re még mindig a éppen támadásban lévő fehér sapkás Miskolci Vízilabda Klub vezet. Nagyon kellene egy gól, nagyon-nagyon kellene egy gól, Krasznai, nem megy középre a labda, a Biroshoz érkezik a labda. Tovább tudja tenni? Tovább, Várkonyi, lassan lőni kell, Krasznai, ő lőni is fog. Ez a legjobb. Ez így egy kitűnő üzlet volt, mert az utolsó percen belül vagyunk, és sarokdobással folytatódik a játék. Ez a legjobb, ez volt a legjobb számunkra, ez volt a legjobb. Nem volt egyszerű helyzetben Krasznai, de megint csak kikaparta a gesztenyét még a folytatás lehetőségét a csapatnak. Valami lehet a labdával, mert mindenkinek csúszkál a kezéből. Hát nem annyira nyugodtak a legények se a medencében. 8 másodperc, valahogy be kéne fejezni! 5 méteres! Ez egy 5 méteres! Ez az volt, az volt. Hát ráütöttek a kezére. Azért azt ki kell emelni, hogy egy ilyen idegfeszítő szituációban milyen nyugodtan ment végig ez az akció, nem kapkodtak a miskolci legények, és most, hogyha Biros belövi, egy óriási lépést tesz a csapat a győzelem irányába. Óriásit! Gól! Biros Barnabás értékesítette ezt az 5 méterest, az azt jelenti, hogy második gólját lőtte a Miskolci 13-as, és 2 gól a különbség, 13-11, 42 másodperc van hátra még a meccsből, de ezt nem támadhatja végig az Eger elméletileg. Nézzünk egy jó védekezést még a végére, még egy utolsó nagy védekezést. Lőrinc onnan a szerrel próbál meg varázsolni valamit. Nagyon fogy a támadó idő. Nem tud mit kezdeni a fekete sapkás csapat a miskolci védekezéssel. Átlövés lesz. Hú, ez egy óriási gól volt. Kovács Gábor. Nem baj, le kell hozni a pálya szélére két játékos, hátra passzolni. 18 másodpercet tartani a labdát. Azért az érdekes és sokat elmond az EGRI produkcióról, hogy tulajdonképpen két játékos vitte a vállán az EGRI csapatot, Murisics és Kovács 5 gólt lőttek, mezőnyjáték, csapatmunka kevésbé volt az EGRI-eknél, mint nálunk. Miskolci csapatban jobban szétterültek a találatok, és akkor elindul az utolsó nagy idegfeszítő küzdelem. Szabálytalanság, 12 másodperc van még hátra. Hogy az idő, Sélei Rauser szépen tartja a labdát a Miskolci 6-os. 5 másodperc időkérés Miskolci részről. Nagyon jó. 6 másodperc van hátra a mérkőzésből, és Vidomanszky László. Ez megvan. Egész. Hiszen átalakítja itt a végjátékot, mert nyugodtanban lehet én majd erre a 6 másodpercre kijönni. Én azt mondom, már most gratulálok az egész társaságnak, hogy ebben a helyzetben, ebben az állapotban, amiben vagyunk, gyönyörű szépen helytáltunk. Nagyon jó taktikával. Na nézzük akkor, 6 másodperc. Hú, de sok tud lenni 6 másodperc.
Kicsit hamar indultak be a legények, míg a játékvezető mutatja, hogy nem indult az óra sem. Vissza ki a labda a medencéből, és majd utána újból vissza be. Na most akkor elindult az óra visszafelé. 5 másodperc, jaj de okos volt, piros-barna, egészen szenzációs passz volt. Ez az egy passz itt kihúzta az egésznek a méregfogát. András, gratulálok, ez egy nagyon értékes győzelem volt. Nagyon jó, talán a szezon eddigi legjobb játékát mutatta a csapat. Így van. Megmutattuk, hogy van a csapatunkban tartás, még akkor is, hogyha sok nehézséggel küzdködünk, tehát történtek dolgok itt a csapat házatáján, plusz a betegségek, de én úgy gondolom, hogy a jövőt tekintve ez egy nagyon fontos győzelem. Ez az egyik, a másik meg az, hogy nagyon együtt láttam dolgozni a kispadot, a stábot és a csapatot, és mindenféle taktikai elemet, amit én úgy kivettem, hogy milyen szándékkal megy, ezt teljes mértékben végrehajtották a fiúk. Gratulálok mindenkinek, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, úgyhogy nagy öröm van a mi házunk táján, remélem, hogy önök is örülnek annak, hogy az MVLC legyőzte az Eget. Jó estét kívánok! No hát kérem szépen, csak még egy gyors végszó, miközben mi is ezúton gratulálunk Bagdár Andrásnak is és csapatnak is. Nem is kérdés egyébként, hogy megérdemelt ez a miskolci győzelem, mert végig hazai előnyről számolhattunk be, több gólos előnyről, és végig arra volt kárhoztatva a vendégegyüttes, hogy próbáljon zárkózni. Aztán a legutolsó szituációnál már nem sikerült az egri zárkózás, és sok-sok átlag feletti teljesítmény a mezőnyben, egy nagyon-nagyon komolyan átlag feletti teljesítmény a miskolci kapuban. Hát nagyjából ez vezetett ahhoz, hogy a alapszakasz utolsó mérkőzésén egy nagyon értékes győzelmet könyvelhetett el a házigazda. Panergy Miskolci Vízilabda Klub Eger 13-12. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Hiszünk a céltudatosságban, a korszerűségben, a dinamikus fejlődésben. Mentó Környezetkultúra Kft.